A vádlott bilincsel a kezén, az ujjaival játszva, szemtelen arccal hallgatta a bírói indoklást. A tanács elnöke szerint a férfi nem biztos, hogy teljesen megérti, mi folyik körülötte. A szakértői vélemények szerint a kóros álmállapota miatt még az eljárás alapvető szabályait sem érti. A férfi több mint 10 éve kezelés alatt állt, és évek óta terrorizálta a családját. A cselekményeknek előzményét képezi az, hogy Miklós vádott már igen régóta, mégpedig 2004 óta hasadásos elmebetegségben szenved, és emiatt többször állt pszichiátriai kezelés alatt is. Ugyanakkor felmerült az, hogy a cselekmény, az elbírálandó cselekményt megelőzően rövid idővel a vádlott elhanyagolta a gyógyszereinek a szedését, valószínűleg emiatt fokozódott az agresszivitása, amivel magyarázható az, hogy a családtagjait félelemben tartotta. A vádlott az elkövetés éjszakáján egy 27,5 centis késsel támadt a családtagjaira. A nővére és az édesanyja életveszélyes sérüléseket szenvedett a számtalan késszúrástól, az édesapja pedig belehalt a támadásba. Az őt ért 21 késszúrás közül a szívet érő sérülés perceken belül a halálát okozta. Miklós vádlott. Amikor ezt a cselekményt elkövette, a cselekményt téves eszmékkel és érzékcsalódásokkal járó hasadásos elmezavar heveny állapotában követte el, amely miatt pedig képtelen volt a terhére rótt cselekmény következményének felismerésére, vagy a felismerésnek megfelelő magatartás tanúsítására. A vádlott jelenleg is fennálló kóros elmeállapota alapján tartani kell attól, hogy megfelelő gyógykezelés hiányában hasonló jellegű bűncselekményt követne el a jövőben, ezért kényszergyógykezelésének elrendelése mindenképpen indokolt. A tanács elnöke elmondta, mivel a vádlott kóros álmállapotban követte el a gyilkosságot, ez kizárja a büntethetőséget. A felmentést és a kényszergyógykezelést a vádlott, az ügyvéd és az ügyész is elfogadta, így az jogerőre emelkedett. A kényszergyógykezelés szükségességét fél évente vizsgálják majd felül.